Az országban egyre több benzinkúton érződik az üzemanyag hiány. Stábunk Székesfehérváron 11 üzemanyag töltő állomáson járt, ahol azonban nem tapasztalt hiányt. A városban tehát még nem jelentkezett probléma. Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója, július végén rendkívüli sajtótájékoztatón kérte a kormánytól a hatósági ársapkával rendelkezők körének szűkítését. A magyar olajcég vezetője azzal magyarázta a várható üzemanyag hiányt, hogy a 100 halombattai olajfinomító karbantartás miatt leállása, a sveháti olajfinomító leállása és más okok miatt Magyarország önállóan nem tudja kielégíteni a dízel szükségletét, és mivel az üzemanyag árstopp miatt a nagykereskedőknek ráfizetéses Magyarországra üzemanyagot importálni, ezért fennakadások lehetnek az ellátásban. Hát a probléma az országos szintű, de ha Fejér megyére fókuszálunk, akkor elmondhatjuk, hogy Fejér megyében több benzinkút már hetek óta zárva is tart, ami sokkal nagyobb keresletet jelent most azoknak a kutaknak a számára, vagy azok irányába, azoknak a kutaknak az irányába, akiknél még van és kapható üzemanyag. Nyilván a tranzitútvonalak mentén, a frekventált turista helyek környékén a kereslet az ilyenkor fokozódik, gondolok egy Velencei tó, egy Balaton, egy Tiszató környékére, ahol a visszajelzések alapján, tankolók visszajelzései alapján egyre nehezebben lehet tankolni, vagy egyáltalán nem is tudnak. A kormány július 30-án déltől szigorított, már csak magánszemélyek, taxisok és mezőgazdasági erőgépek kapnak 480 forintos áron üzemanyagot. A mennyiséget illetően azonban vannak korlátozások. Jelenleg minden benzinkúton korlátozásokba ütközünk tankolóként. A korlátozás jellemzően mennyiségre vonatkozik, tehát akár nagyon kis mennyiség, 5 liter, 10-20, a maximális pedig 50 literes korlátozás, ami mondjuk jelenleg a MOL benzinkutakon érvényes. Tehát nem tudjuk mondjuk egy nagyobb jármű esetén a tankunkat teletankolni, amelynek mondjuk nagyobb a tankja, mint 50 liter. Úgyhogy ez egy általános dolog most már, és szabály, ami hetek óta érvényes a benzinkutakon. Bujdos Eszter hozzátette, a mostani megoldással a kormány a magyarországi stratégiai készletek egy részét szabadította fel, ezeket a nagykutakra szállítják jelenleg. A kiskutak problémája sem financiálisan, sem ellátási szempontból nem oldódik meg. Mint mondja, az egyetlen megoldás az ellátási problémára a hatósági árak kivezetése lenne.